gondolkodtak róla utóbb a hazaiak. Bánfi. Szabados. Hamar, de szépen, Orosz. Ez is jó gólhelyzet. Húzták ugyan vissza Zsallóit, de még meg tudta rúgni a labdát, nem elég erősen. Duró, Vince, Vince még. Bánfi, Duró csípte el a labdát. Vince. Vince. Jó a labda, Orosz, gól! Orosz csak belepöckölt egyet, és ugyanezt tette vele Mitring is, mintegy tovább pöckölte a sarokba a labdát. Orosz góljával 1-0, élesen, kicsit meredeken jön a beadás, kilép Orosz, csak megtolni tudja, és Mitring is tol rajta egyet. 1-0 a Kispest javára. Horváth Ferenc. Szabados mellett. Ez is jó indítás, és nem lesz. Takács. Szépen veszi vissza a labdát. Dubec. Hú, de nagy kapufa! Mekkora zaja volt! Őrületes nagy lövés volt. Takács felé száll az átadás. Takácsot Szabados nem bírja lelökni sem, egyedül van. Jó a csel, és jó volt Brockhauser. Tadász. Jó a visszaadás. Szégy! Lábbal védte Brockhauser, a harmadik egyenlítési lehetőség. Csehi. Hatalmas bravúr. Élesen léc alá tartott. Zimmermann kap labdát. Ott a gólhelyzet Horváth előtt. Másodszor, most már benn van. Ez az ember, aki a leggyengébb volt talán a Videoton csapatában. Most viszont egy szempillantás alatt megmutatta, hogy mi a legnagyobb erénye. Tessék csak megnézni, egyszer nem sikerül neki, itt a labdátvétellel is gondjai vannak, aztán már elveszti mintegy a labdát, és a kicsorgó labdát azonnal egyből betereli. Egy-egy. A játékvezető magához hívja, de kit? Hát ha Salacról van szó, akkor ez a második lesz. Akkor itt egy piros is jár, ki is állítja. Maradtak 8 mezőny játékossal. Valami korábbi ügyet hánytorgat fel Pillér játékvezető, ezt veszem ki a mozdulataiból.